egy forgatáson a televízióban. Ő segédoperatőr volt, és elkezdtünk beszélgetni, és akkor kiderült, hogy ő eléggé tájékozott, és ismerte a villamos megálló anyagomat. Amikor megtudta, hogy ki a barátnőm, akkor meg teljesen maga alatt volt, mert ott a tévében a Katira marha sokan akartak hajtani. És elkezdett lejárni a fotóba hozzám, és a vége az lett, hogy én levittem a stúdióba. Nagyon tetszett az amerikai dokumentarizmus, és ebben kezdtem el foglalkozni a 80-as évek elején. Ugye régen az ember, hogy jártuk az éjszakát, nem csak én, a barátnőm is, meg a baráti kör is, mert például a Török Lacival, hát amennyit a fészekben voltunk, meg nem tudom, itt-ott, Barta Zsolta, csak a fotósokat említse, másokról meg nem is beszélve. Ma egy ilyen éjszakát végig kéne csinálni, ezt rendelhetem a koporsót. Hát pedig jó lenne. De iszonyú, átdumált éjszakák. Tehát az az igazság, ez hozzá tartozik a dologhoz. Hát enélkül nem működik ez. De mindennek már eljön az ideje. Akkor tettek ki a tévéből 99 legvégén. És ugye de lehet, hogy ezt már elmondtam, akkor 2000-ben összeismerkedtem egy galérián keresztül, a Váci utcában volt egy galéria, Novomerszki Jánossal összeismerkedtem, aki Las Vegasba élt, és volt egy internetes galériája, és meglátta a képeimet, tárgyaltunk, és neki nagyon sokat köszönhetek, és ha nem következik be, ami bekövetkezett vele, hogy autó szerencsétlenség, akkor én már túl lennék egy San Francisco-i nagy kiállításon. És akkor volt 2-3 év, ahol eladtam egy könyvtárat szó szerint. Abból éltem, mert én a tévé után nem voltam hajlandó alkalmazottat csinálni. Akkor már volt neve, tehát a művészi oldalról volt nevem, és megfogadtam, ha művész vagyok, akkor kutyakötelességem ebből élni. Egyike vagyok azoknak, aki nagyon sokat harcolt azért, hogy a fotó galériákba bekerüljön. És nem csak úgy, hogy fotógaléria, hanem képzőművészeti galéria, oda a festmények mellé, mert ott a helye. Amikor a operáció előtt ott feküdtem egy szál magam egy terembe, és nagyon sok mindenen elgondolkoztam, akkor ez is eszembe jutott. És innen én már, megmondom őszintén, senkinek nem hiszek. Én megcsinálom a magam életművét, és én azt tudom, hogy vállalom, nem vállalom, de hogy nekem megmondják, hogy ez jó, nem jó. Marhára nem értem. Na ezért mondtam, Gyuri, hogy meg kell csinálni azt a 200-300 darabos végső gyűjteményt, amire azt mondod, hogy na ez vagyok én. Ezt a fajta aktfotográfiát bizonyos fokig egy ilyen ellenzéki státuszba sorolták akarva akaratlanul. Nem volt az ember ellenzéki, de hogy ha az akttal foglalkozott, akkor valahogy automatikusan bekerült egyfajta, hogy mondjam, egy ilyen skatujába, hogy ő bizony nem azt a hagyományos esztétikájú, szépelgő, nem tudom én, szentimentális, vagy romantikus női testideált fényképezi.